Erődemonstrációval kezdte az ABBA Fehérvár a középszakasz felsőházának első bajnokiját a Körmend otthonában. A negyedik percben már 12-2-re vezetett a fehérvári gárda úgy, hogy szebbnél szebb kosarakat ért el. A negyed közepén a vasiak próbáltak felzárkózni, azonban a hajrát újra megnyomta az ABBA, így az első 10 percet 28-18-ra behúzta a fehérvári gárda. A második negyedet jól kezdte a Körmend, 7-0-val indítottak a hazaiak, így 3 pontra felzárkóztak, azonban erre rögtön egy 8-0-ás etappal felelt az ABBA Fehérvár. A különbség így számottevően nem változott, az ABBA a nagy szünetben 46-34-re vezetett Körmenden. A második félidőben aztán egyértelműen az ABBA Fehérvár uralta a mérkőzést. Remek egyéni teljesítményeket láthattunk Branislav Zunic együttesében. Ronald Moore dupla-duplával jelentkezett, 15 pont és 11 gólpassz került a neve mellé, míg a mezőny legeredményesebbjének Brandon Wood bizonyult 23 pontjával. Az ABBA Fehérvár a palánk alatt is remekül dolgozott, ráadásul jól lőtte triplákkal a körmendi gyűrűt, összesen 13-3 pontos került a hazaiak kosarába. Az ABBA a harmadik negyedet 28-18-ra megnyerte, így összességében 74-52-es vezetéssel várhatta a záró 10 percet. Ebben a negyedben aztán szinte minden összejött. Remek zsákolások, gyönyörű gólpasszok, főleg Moore-tól, az ABBA Fehérvár 35 pontot dobott az utolsó 10 percben. A Körmend is szórt ugyan 20-at, de ez összességében nem veszélyeztette a fehérvári sikert. Az ABBA Fehérvár az első bajnokiát 109-72-re nyerte meg a középszakasz felsőházában, folytatva az alapszakaszban megkezdett remek sorozatát.